Krisztusban nyissuk meg Bibliánkat, Lukács evangéliuma második része. Lukács evangéliuma második rész, 17. és 18. verset olvasjuk el. Megnevezett helyen az igét így találjuk írva. És ezt látván elhirdetik, ami nekik a gyermek felől mondatot vala. És mindenek, akik hallák, elcsodálkoznak azokon, amiket a pásztorok nekik mondottak. Amen. Urunk, hálát adunk a kellemes alkalomért, amit adtál nekünk, hogy találkozunk együtt testvéreinkkel, és te megígérted azt, hogy ahol összegyűlnek a te nevedbe, te ott jelen leszel, és annak a jóságát, a szépségét, amit ígéd, mond, hogy odaküld áldást az Úr, ahol az atyafiak együtt lakottak. Engedd meg, hogy ezt megtapasztaljuk ezen a délutánon. Kérünk tégedet, Urunk, úgy, mint a pásztorok. A gyermekről szeretnünk hallani ezen a délutánon is. A drága megváltóról, hogy mit tedd és mit tesz mi érettünk. Engedd meg, hogy ez kicsendüljön, látható legyen az ige szolgálatban, a bizonságtevésekben. Hadd legyen felmagasztalva a te szent is nagy neved. Amen. Amen. Foglaljuk helyet, testvéreim. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit az házába, és különösképpen vendégtestvéreinket, az ákosi testvéreket. Nagyon örülünk annak, hogy eljöttek ide hozzánk. És sokat hallottak a szatmári testvérek az ákosiakról, az ákosi gyülekezetről. Most örülünk annak, hogy közöttünk szolgálat az ákosról jött csoport, énekcsoport, és azok, akik elkísérték őket. Imádkozunk azért, hogy az Úr áldja meg őket. És volt olyan idő, ugye, amikor mi mentünk Ákosra, vagy mi megyünk Ákosra szolgálni, most ti vagytok itt közöttünk szolgálni. Az Úr erősítsen meg benneteket ebben a szolgálatban. És nagyon az Úr nyitott szívet minnyájunknak, hogy befogadjuk a Jóisten akaratát. Fogarasi Dezső testvért is köszönjük, az ákosi gyülekezet vényét, szolgálattevőjét. Örülünk, hogy ő is itt lehet családjával, legyünk az Úr áldja meg őket is. Testvérünk fogja majd az igét hirdetni. Nem csak a testvérek hallottak rólunk, hanem mi is nagyon sokat hallottunk a szakmári gyülekezetről, testvérekről. Valahányszor kijöttek hozzánk a testvérek, mondták, hogy imádkoznak értünk, a gyülekezet támogat bennünket, és nagyon örventünk. Szeretettel köszöntjük testvéreinket, és egy igeverssel készülődtem, amit úgy rám bízott az Úr. Ahogy megnyitottam a Bibliát, én itt nyitottam ki, és úgy foglalkoztatott engemet, szinte benne látom a szakmári gyülekezetet, ennek előjárói, szolgálattevőit, akik szolgáltak, akik szolgálnak köztünk ott Ákoson, és mindazokat, akik persze imádkozó lelkülettel gondoltak ránk. Ebben az igében szinte mindenkit benne láttam, és ezt szeretném most felolvasni, testvérek, felé. Korintusi levél 9. részének, annak a 11. verseit. Ő fog nektek is szellemi vetőmagokat adni, és megszaporítja a magokat, amit a földben vetettetek, így lesz bűséges, amit arattok. Ez is tőle származik, így viszonyozza nektek, amit másoknak adtatok, ilyen módon fogtok mindenben meggazdagodni, hogy mindig bőkezően tudjatok adakozni a rászorulóknak, ez pedig rajtunk keresztül azt fogja eredményezni, hogy akik kapják, hálát adnak érte Istennek, mert ez a szolgálat, amit ti az adakozással végeztetek, kettős haszonnal jár. Egyrészt Isten népének segítettetek vele, másrészt azok, akik az adományokat kapják, hálásan megköszönik Istennek az adakozásnak. Ez a szolgálata bizonyítja, hogy a hitetek valódi. A testvérek pedig dicsőítik Isten, mert példát mutattatok nekik, látják, hogy ti hűségesek vagytok a Krisztus öröméhez, és bűkezően adakoztok, nem csak nekik, hanem másoknak is. Amikor pedig visszonzásul imádkoznak majd értetek,
Kívánnak majd látni titeket, mivel Isten jósága olyan bűségesen kiárat rátok. Istenem, hálásan köszönöm ajándékodat, amely kimondhatatlanul csodálatos. Az a címe, hogy jó tette, soha nem merül feledésbe. És úgy, ahogy ezt az igét kaptam, ahogy kinyitottam, rögtön a szakmári testvérek jutottak eszembe. Úgy anyagilag, úgy imádkozó lelkülettel, úgy fáradozással, szinte mindent benne adtak, benne tettek, hogy Ákoson legyen, alapuljon gyülekezet. Legyenek testvérek, akik megtérnek. És csodálat, úgy, ahogy az utolsó verset mondja, Istenem, hálásan köszönöm ajándékodat. Hát én hálás vagyok azokért a testvérekért, akik kiállnak, és szolgálnak köztünk, és végezik a lelki munkát, de azokért is, akiket még nem ismerünk az Ákosiak, de tudom azt, hogy támogatják azokat a testvéreket, akik kiállnak és szolgálnak. Isten fizesse meg, és adjon áldást ebben a gyülekezetben, és Ákoson is. Amen. Jézus.
dicséretet, az Úr Jézus gazdag áldását kívánom mindenkinek az életére. Szeretném elmondani az én megtérésemet, és hogy milyen voltam az előtt. Hát, ez úgy kezdődött, hogy megnősültem, elszültettem az én feleségemet, és mint minden fiatal, mire vágytam én világban. Vágytam először is egy házra, ami megvolt nekem, de mégse ott laktam, hanem de az Úr megadta azt is, és elköltöztem itt házba, megadta nekem az Úr. Aztán vágytam egy autóra, az Úr Jézus arról is gondoskodott, és megadta nekem. Aztán, ha Uram, hálán autó, milyen jó lenne nekem egy jogosítvány. Az Úr Jézus azzal is megáldott engemet, és gyülekezetről szó se volt, hogy én menjek, ha minek menjek én oda, nekem megvan már mindenem, mire van nekem szükségem. Minek menjek én oda? Világban nekem nagyon jó, megvan mindenem, vannak barátaim, van pénzem, autóm, nekem már nem kell senki. De jött az ünnep, jött a karácsony, és úgy, mint szoktam, elmentem az én apósommal, az én édesapámmal italokat vásárolni, és megvettük a sok italokat, söröket, és vártuk az ünnepet. De mondta nekem a feleségem, hogy menjünk el a gyülekezetbe. Mondom, ó, elmehetünk, de úgyis csak még ott, akkor jövünk ki. Elmentünk testvérek, és mindig a leghátsó padba ültem le, sosem mentem előre. Leültem, de Szentlélek ott is munkálkodott bennem, és akkor hirdették az evangéliumot, úgy magamba szálltam, hogy Szentlélek munkálkodott bennem. Énekeltik az énekeket, és van jó érzés töltött engem, de sátán is ott volt testvérek, és fogta az én kezemet ő is, és húzott visszafele, hogy minek menjek én. És volt a felhívás, hogy menjen előre, aki akar, de sátán visszahúzott engemet, és azt mondta, hogy minek térjétem meg, mikor neked ott van a sok ital, és meg kell innod, megyen a te apósod, apád, kimentek, isztok, és mire kell neked megtérni. De legyőzött a sátán, és felálltam testvérek, és kimentem, és egyedül bent ültem a házamba, a feleségem ott maradt, és láttam, mikor jönnek kifele. Kijön mindenki, és azt hittem, hogy na most én fogok inni. Bejöttek ittünk, de én nem tudtam inni testvérek, mert az Úr Jézus már akkor munkálkodott az én életemben. Elmentem le barátaimnál, és sosem tudtam inni, hazamentünk. De akkor sem engedett el a sátán, nem tudtam oda kimenni előre, hogy én igen el akarom fogadni az Úr Jézust, mert szégyeltem őt, tehát hogy áll ki oda ki annyi ember előtt, hogy én meg akarok térni, mikor én milyen pagán fiú vagyok, hogy én iszok, elmegyek a diszkóba, hogy áll ki oda ki, hogy én meg akarok térni. És nem volt előm, hogy oda menni testvére, jött az új év, ez ugyanígy történt. De a Szentlélek ott munkálkodott, hogy neked ott a helyet, te oda kell menjél, az Úrnak neked terve van vele. A testvérek úgy adta a sors, hogy akkor elmentem az én sógorommal Magyarországra, és ott voltunk egy hétig, és ott több időm volt gondolkodni arról, hogy nekem mi hiányzik még az én életemből. És volt egy biblia, a sógoromnak egy rossz régi bibliája volt ott bent a lakásban, azt mondta, hogy a Szanyi testvér a gica adta neki, és ott bent ültem a sógorommal, ő kimen, és vettem a Bibliát, kinyitottam, és ezt az igét kaptam az Úrtól. Terhet viseltél, és béketűrő volt vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el, de az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad, emlékezzél meg azért fonné testél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked, ha pedig nem hamar eljövök ellened, és a te gyergyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. Testvérek, és úgy elgondolkodtam, hogyha eljönne az Úr, és kimozdítan az én gyergyatartómat, hova is kerülnék? Mit érnék azzal, ami van nekem a Földön,
Ha nem fogadnám el az Urat, oda kerülnék a pokolba, és ott lennék az én barátaimmal, és az ital visszahúzott engem. Nem mondhatom, hogy egy nagy részeges ember voltam, de Sátán mindig kísértett engem ezzel is. És ott sokáig gondolkoztam, és még olvasom több igéket is, de alig vártam testvérek, hogy haza tudjak jönni, és oda tudjak állni a gyülekezet előtt, és megvalljam az Urat. És akkor volt a felhívás, hogy ha szégyeled az Urat, ő is fog szégyelni téged, mikor el fog jönni. És ez eszembe jutott, hogy Magyarországon, hogy mit gondoltam testvérek, január 12-én, és ott ültem megint a leghátsó partban, és alig vártam, hogy legyen a felhívás, hogy én oda ki tudjak menni, és én legyek a legelső az Úrnál, hogyha eljön, nehogy ott hagyjon engemet, és elrakadjasson az a többiek, és én ott maradjuk lent a földön, a pokolban. És az én feleségem nem volt ott a gyülekezetben, de akkor is mondom, én kimegyek, és kiállok, hogy majd jön. És akkor láttam, hogy jött be fel az én feleségem, és oda kiállt mellém, az én feleségem, az én lánytestvérem, az én édesapám is elfogadta az Urat, az én apósom, az én anyósom, és mindjárt egy boldog család lehetünk az Úr Jézus Krisztusban, és mindjárt együtt tudjuk szolgálni. És testvérek, nagyon jó az Úrral járni, és rájöttem, hogy a világban nincs semmi jó. Hiába jó ideig óráig az ital, jó a zene, jó a diszkó, de egyedül az Úr Jézus Krisztus az, aki egy örök örömet tud adni a szívünkbe, és örök békesség van a családban, bármi van a feleségemmel, meg tudjuk beszélni, és el tudunk ülni, el tudunk menni bárhova, meg tudunk jelenni, mert az Úr Jézus munkája mi életünket, és megváltott minket a bűntől és minden rossztól. Köszönöm, hogy meghallgattok, ennyit szerettem volna. Amen. Még szóra semmi baj.
szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a drága Jézus nevében. Hát én el szeretném mondani, hogy a drága Jézus mit tett az én életemben. Drága testvérek, én olyan részleges ember voltam, hogy 20 évig meg voltam esküdve az italra, hogy nem ittam csak egy fél pálinkát, mert későt napottam. Hát én ha hazamentem, a családomot annyira bántottam, anyámék, a testvéreim rettegtek tőlem. És hát annyit szerettem volna még ehhez hozzátenni, hogy amikor én hazamentem, vagy elmentem az utcára, anyámék azt mondták, hogy menjél valamit utána, mert ez valamit kárt tesz magába. Hát igenis, kárt is akartam magamba tenni. Mert amikor felmentem az utcára, ott baj volt az utcára. És drága testvérek, nem szégyellem ezt elmondani, volt úgy, hogy elmentem a temetőbe, és fel akartam magamat akasztani. És a drága Jézus küldött utánom valakit, mert mindig mondták nekem, Istennek terve van veled, ember. És én nem tudtam, mi az, hogy terve van veled. Mostanára. Hát igen, mert az volt a terve, hogy jöttek utánam, és megmentetek én. Levettek volna, ahol voltam már. És köszönettel tartozok ezért a drága Jézusomnak. De még az nem volt elég, testvérek, tovább mentem. Hát voltam Nyíregyházán, mentem áru, piacoltam, és egy emberrel mentünk áruért. Majd mentünk, leveleknél írtünk, és annyit mondott, előzött egy kocsit, hogy na most már vége. Én akkor leuntam a szememet, és most már készen voltam, hogy a halálra. Azon vettem magam észre, hogy kín vagyok a kocsiból, a kocsi totál káros lett. Ott volt a fiú testvérem, meg a sógorom. És ott volt, ami karcolásmentesen. Hát mi is az Istennek a terve? Na ez a terve volt. Ez. És akkor most volt január 5-én, hogy a testvéreim megtértek. Mi történhetett ott? 45 éves létemre. Mi történhetett a gyülekezetre? Én abban sose nem voltam. Na mondom, elmegyek én is a gyülekezetre. És amikor elmentem, hát úgy kinyitottam az ajtót, és akkor éreztem, na Istenem, hát én itt vagyok. És akkor úgy lement a teher. Úgy olyan teher ment el rólam, hogy azt hittem, hogy a követ vannak rajtam a hátamon. Elmentem, pont a Dezsőt testvér mondta ezt a kihívó éneket. És akkor már akartam úgy oda kifele menni, ez 5. év volt. És kértem Isten, Istenem adjad nekem azt a lehetőséget. Menjek haza, és vigyem a családomat is. És megkaptam Istenet. És hálát adok neki, hazamentem, az italot eltettem a házamból, a cigarettát lehagytam, feleségestül együtt, és családommal dicsőítettem a drágát. És köszönöm, hogy meghallgattak. És aki nem fogadta a drága Jézust, fogadja el, most még van kegyelem. Amen. Minden nap ő
bizonságomat szeretném elmondani. Megtiszteltetés, hogy itt lehettek. Murányi Ferenc vagyok, és az Ákosi gyülekezet tagja vagyok 2006 óta. Nem volt ez mindig így. Sajnos azelőtt éreztem, hogy hiányzik valami az életemből. Meg volt mindenünk, és úgy éreztem, hogy valami hiányzik, és elkezdtem járni gyülekezetbe. 2006-ban megkeresztelkedtem, úgy volt minden. Jártam a gyülekezetbe, leültem, meghallottam az igét, hazamentem, elmentem vasárnap, szerdán, szépen leültem, minden meghallottam, mentem haza. Volt olyan is, hogy elmentem a gyülekezetbe, leültem a padba, aztán gondoltam, hogy mit fogok csinálni, mikor onnan elmegyek. És hát ez így jó volt, jól éreztem magam, nem volt semmi felelősség, én csak mentem, leültem, és gondoltam, hogy ez így mehet sokáig, és egy alkalommal az Úr megállított. Megállított, és azt mondta, hogy állj meg, innen le tovább. Megállított egy baleset által, egy autóbalesetet szenvedtem, és kiszálltam a kocsiból, ránéztem az autóra, kerestem, nézem, hol szálltam ki, se ajtó, se semmi. Rájöttem, hogy milyen hatalmas az Úr, hogy megőrizte az életemet, feleségem várandós volt, és rájöttem, hogyha én balesetben meghalok, mi lett volna a családommal, és rájöttem, hogy az Úrral nem lehet játszani. Nagyon komolyan kell venni az Urat, és szeretném azt az életet félbehagyni, amit úgy gondoltam, hogy az úgy nekem nagyon jó. És szeretném ezentúl komolyan venni az Urat, és őszintén szolgálni őt. És szeretném bátorítani a testvéreket, hogy aki az életét odaadta az Úr Jézusnak, az vegye nagyon komolyan, mert az Urral nem lehet játszani. Ennyit szeretném mondani.
az életemről, hogy milyen volt az én életem. Én nem ismertem meg az Úr Jézust. Görcsi Eter vagyok, Ákosról jöttem, 55 éves vagyok, és van 8 fiam és 8 unokám, és egy kis téunokkal. Többször elmentem a gyülekezetben Ákoson, de mint hiába, mert nem vettem komolyan. De új év este elmentem, és az Úr megszólított. És akkor értettem meg, hogy nekem is szükségem van Istenre, mert Isten nélkül nem lehet élni. És 40 évig házas életet élünk a férjemmel, de nekem nagyon rossz életem volt a férjemmel, mert nagyon részleges férjem volt. És 5 gyermekkel, meg részleges emberem, nagyon nehéz volt az életem, mert ahányszor részleg volt, annyiszor bántott és megvert. És arra gondoltam, hogyha már nőni fognak a családaim, akkor már nem fog így csinálni, mert meg fog változni, de nem. Csak így írtuk az életünket, mikor ivott annyiszor, csak ezt csináltam. És akkor elgondoskodtam, hogy hát így, ez meg, hogy lesz így, hogyha ő annyiszor iszik, annyiszor bán, verekedünk, veszekedünk, már szégyeltem a fiúktól, a családomtól, hogy már nagyok voltak, és nem változott semmit. De hála jó Istennek, amióta új évben megismertem az Úr Jézust, megváltozott a mi életünk. Boldogságban élünk, és békességben, és békesség van a hajlékunkban. És köszönöm az Úr Jézusnak, hogy elfogadta ütetést, és a családomat is, és a kis unokámat is, és békességben élünk. És annyit szeretnék mondani, hogy még aki nem fogadta el, fogadja el, mert az Úr megad minden örömöt és békességet, csak is ő tudja megadni. Meg azt bánom, hogy nem előfogadtam el a Jóistent, hogy a Jóisten szolgáljon nem ebbe az életbe, amit éltem. Ennyit szerettem mondani. Amen. Yeah.
testvéreket. A bizonságomat szeretném elmondani. Györcsi Ferenc vagyok, Ákosból jöttünk. Kettő gyermekem, egy 21 éves lányom, 20 éves fiam, és azt szeretném elmondani, hogy milyen jóságos az Úr, és milyen kegyelmes hozzánk. Nem volt ez mindig így, mert én úgy gondoltam, hogy én egy rendes ember vagyok, és nekem nem kell az, hogy én megtérjek, nem kell az, hogy gyülekezetbe járjak. Testvérem Görcsi 17 éve megvan térve az Úrhoz, és hívő Isten előtt és az emberek előtt, dicsőség legyen az Úrnak. És mindig mondta, hogy öcsém, gyere a gyülekezetbe. És azt mondtam, hogy majd menni fogunk. De az csak ünnepnapokon volt, egy karácsony vagy egy új év, nagy nehezen elmentem. De csak addig tartott a gyülekezetbe járás, még ott voltam, és mikor hazajöttünk, akkor már otthon várt az ital. Jöttek sógoraim, és azokkal sokszor ittunk, és de az csak mulandó öröm volt. De viszont a tavaly január 1-én, mikor bementünk a gyülekezetbe, akkor egy más légkör érintett meg engemet az Úr, Jézus Krisztus megszólított engem is. És ahogy elhangzottak a prédikálások, ahogy voltak a felhívások, és akkor úgy magamban elgondolkodtam, egy alkalomkor szüstesvér szolgált Ákoson, és azt mondta, hogy nem elég az, hogy az embernek szép ruhája van, vagy anyagilag jó van, amit tegyen, az nem elég az Úr Jézus Krisztus, nem ezért jött, hanem azért jött az Úr Jézus Krisztus, hogy minket megvásson, és ennek életet adjon. Nem ezt az életet biztosítja nekünk az Úr Jézus, amit van ezen a mulandó földön. És akkor rájöttem arra, hogy hiába van mindenünk, nem éhezünk, de valami mindig ott volt, valami hiány, valami űr volt az én szívemben, és nem tudtam, hogy mi az. Próbáltam, hogy jobban megígyek valamit, vagy jobb ennivalókat tegyünk, de nem tudtam, hogy mi az a szeretet, mi a boldogság, mert az Úr Jézus nem volt a szívemben, nem volt az életemben. De hála az Úrnak, tavaly januárban úgy kezdtük a 2013-as évet, hogy az Úr megszólított engem is, feleségemmel együtt, és átadtuk magunkat az Úrnak, és azóta az Úrnak szolgálunk. És utána január hetekben voltak az ima hetek nálunk, és az Úr olyan kegyelmes, olyan jóságos, hogy a 21 éves, 20 éves lányom, akkor még 20 éves volt, megtért. És megtért a 20 éves fiam is. És én rájöttem arra, hogy nincs ettől nagyobb öröm, mikor gyermekeim, két gyermekemmel, feleségemmel, tavaly pünköstkor ott álltunk a medence szélénél, és vártuk, alig vártam, hogy beletegyenek a vízbe, oda a hullámsírba, hogy eltemessék azt a régi énemet. Még rájöttem arra, hogy én bűnös ember voltam. Az Úr Jézus, mert az Úr Jézus nélkül én egy elveszett, nyomorult életem volt, csak nem láttam. És valamit nap olvastam az igét, reggel ige volt pénteken, és akkor rájöttem azt arra, hogy az az ige volt, mikor mondta az Úr Jézus, hogy miért nézed meg a szálkát, az atyád fia szemébe, holott a tiédben gerenda van, és nem látod. Én rájöttem arra, hogy az én szememben végig gerenda volt. Mert én mindig avval nyugtattam magamat, hát én rendes vagyok, én jobb vagyok, de nem voltam jobb. Azok voltak jók, akik megtértek és felismertik, azok voltak okosabbak, mert elfogadták az Úr Jézus Krisztus.
És most, hogy én is elfogadtam, és elmondhatom én is büszkén, én is az én házam, amelyik az Úrnak szolgálunk, dicsőség legyen az Úrnak. Én ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm, hogy meghallgattam. Amen.
ha most itt volna egy orvos és megvizsgálna, és ide tenne azt a fülhallgatóját a szívemre, ez mondná nekem, hogy te egy beteg ember vagy. Úgy vér a szíve. De tévedne a vizsgálat alapján, mert azért vér gyorsabban a szívem, mert az Istennek hajlékában vagyok. Kócé Jenőnek hívnak. 5 gyermekem van, kedves feleségem nem tudott eljönni, mert a fogát veti ki a elmúlt hetekben, ő nem lehet itt. Valamennyien ismernek a testvérek, szeretnék bizonságot tenni, hogy az Úr hogy szólított meg. Honnan vett ki? Ha minden igaz, Isten kegyelmet át, ez évben lesz 14 éve, augusztus 26-án, hogy az Urat szolgál. Szeretnék 3 dologról beszélni. Az első dologról arról szeretnék beszélni, amikor nem ismertem az Urat. Amikor nem ismertem önmagamat. Szeretnék aztán arról beszélni, hogy milyen életem volt a feleségemmel, gyermekeimmel, ez volna a második. És a harmadik szeretnék arról beszélni, hogy milyen életem van most a Krisztusban. Ennek az évnek 4. hetje van. Kívánok Istentől egy boldog esztendőt minden egyes jelenlevő testvérnek. Az Úr kíséri a testvéreket minden útjuk. Ne hagyjon ki bennünket sem. Kedves testvéreink, szeretnék arról beszélni, hogy valamikor régen, amikor az Urat nem ismertem, milyen életem volt. Már fiatalom, 16 éves koromban kikértem magamnak, hogy nekem édesapám nem parancsol, elszöktetem azt a feleségemet, akivel most is vagyok. Ha minden igaz, Isten kegyelmet áll, ez éve szeptember 11-én lesz 26 éve, hogy együtt vagyunk. De nem is azt a részét szeretném elmondani, hogy el szeretném azt mondani, hogy milyen életem volt azelőtt. Édesapám, ha minden igaz, katolikus volt. Édesanyám református volt, de mindig keresztet vetett magára. Mai napig nem tudom, hogy miért. És teltek a napok, teltek, lett az első gyerek, csak így röviden szeretném elmondani, mert biztos 3 nap kellene még elmondanom, hogy valójában az Úr mit tett az életembe. De röviden szeretném elmondani azt, hogy az Úr honnan vett ki, és mivé tett az életemet. Egy alkalomtól emlékszem rajta, amikor Kovács Barna az iskola udvara futballpályán a gyerekikkel otthon énekeltek. Én azt sem tudom, hogy milyen előadás volt. De egyet tudok, amikor a kislányom hazajött, és valami ottnál fogva, otthon voltam az délután. De hogy miért, mai napig nem tudom. És megkérdeztem a kislányomtól, Erzsikétől, hogy hol voltál. És akkor azt mondja nekem, hogy ott voltam az iskola udvar pályáján, ott rengeteg sok gyerek volt. Ott rengeteg sok szülő volt. És kérdeztem tőle, hogy jó volt ott. Azt mondta, hogy nagyon jó. Örült a szívem, hogy ott lehetem. De így valami ott bántott a szívemet, hogy te nem voltál ott. De ez az egy szó, amikor a kislányom azt mondta, hogy te nem lehetél ott, próbáltam magamat, akkor úgy megszégyenültem a kislányom előtt, hogy hát valójában ki vagyok én, akinek 3 gyereke van, és nem ismeri a gyerekét, aki egy sétáron nem vitt el a gyermekét, aki egyszer nem állta meg vele beszélgetni. Többet voltam kün az utcán, mint oda az a családommal. Egyik kosmába kinőttek, a másikba bementem. Olyanra is emlékszem, hogy Bértekre mentem józankoromba, egy zilarról hoztak haza. Hát ki vagyok én valójában? Merre tartok én? Hát milyen életem van nekem? Ahol tartok én, amikor a feleségem többet aludt a padláson, vagy édesanyám háta mögött, mint a házba? És akkor azt mondtam a kislányomnak, hogy Erzsike, megígérem neked, hogy elkísérlek a gyülekezetben vasárnap reggel. És itt vasárnap reggel, amikor elmentem a gyülekezetben, olvastak fel egy igét. Testvérek, tudják azt az igét az Úr Jézus, amikor azt mondja, 2 úrnak nem lehet szolgálni. Nem mennék bele az igébe, de valójában az az ige, amikor az egyik testvér itt van közöttünk, nem mondom a nevét. Amikor elmondta, az az ige egyenes szíven talált. Hát én valójában hova tartozok? Kinek szolgálok? Hát milyen életem van nekem? És a másik igevers az volt, amit mindannyian tudjunk. János evangéliumának a 3. része, a 16. verse.
Ebből majd később még egy kicsit fogok beszélni. A harmadik meg az volt, hogy a jelenések könyvének a... Ezt fel is szeretném olvasni, és elnézést, ha nem tudom rendesen olvasni, mert papíron 8 osztályt adnak ki nekem, de így úgy tudom, hogy én normálisan egy osztályt nem jártam. Arra emlékszek most is, hogy bementem az ajtón és az ablakon húztam haza. Engem nem tudtak még az iskolában sem már kicsi koromtól megtanítani. De hála legyen az Istennek, hogy megtanított olvasni. És ez az ikevers nem más, mint a jelenések könyvének a 20. részének a 11-es versé. Amikor hazamentem, ezt az igeverset úgy kezdtem betűzni, de a lényeget így megértettem belőle Isten igéje által. És látnék egy nagy fehér királyi széket és a rajta ülőnek, akinek tekintete előtt elkülnik a föld és az éj, és helyük nem találtaték. És látom a halottakat nagyokat, kicsinyeket állni az Isten előtt, és egy könyv nyitaték meg, majd egy másik könyv nyitaték meg az életnek könyve. És megítéltetnek a halottak azokból, amik a könyvben voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadá halottakat, akik ő benne voltak, és a halál a pokol is a halottakat, akik ő nála voltak, és megítéltetnek mindjárt az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vetekednének a tűznek tavában, ez a második halál a tűznek tava. Amikor ezt az igeverset úgy betűzve kiolvastam, elkezdtem rá gondolkodni. Mielőtt gondolkodtam volna, Istennek igéje hiszen belehatott a szívemben, az értelmemet átjárta, hogy valójában én meg fogok egy ilyen bűnös ember jelenni az Isten királyi széke előtt, és meg fog engemet ítélni az Isten, akkor meghihettem magamtól, hát én vagyok a legbűnösebb ember, meg tudsz nekem bocsátni, aki az édesanyját 50 000 lején megverte, aki a testvérivel úgy verekedett az utcán, mint egy 1000 idegen. Akkor elgondolkodtam, Istenem, hova menjek, ki tud nekem megbocsátni? Hát elveszek, nekem nincs életem. Nekem nem volt az Úrban élet, nem volt életem a családodban, a gyermekeimmel szemben. És fejében, amikor kaptam azt az üzenetet, ha valaki nem találtatik beírva az életnek a könyvében, ez vetetik a tűznek tovább. De hova menjek? Hát hol iratkozok fel? A polgármesternél, vagy kiné menjek? A szomszédnál? Elveszek, féltem saját magamtól. 16 éves koromtól egészen 28 évig, kedves testvérek, az én életem pokol volt. Egy nagy rakás szemédomb. Nekünk életem nem volt a feleségemmel. Nagyon sokat megvertem a feleségemet, és a gyermekeim ezeket mind látták. A édesanyám ezt mind látta. Testvéreim, amikor beleszóltak, akkor őnékiek fordultam. Nekünk egy ilyen felháborodott életünk volt. Én nem ismertem saját magamat. Nem ismertem a körülöttem lévő embereket. De egy napon az Isten hozzám szólt ez ige által, hogy egy elveszett bűnös ember vagy. És a harmadik igevers, mert mivel ilyen kemény, megkeményedett szívű ember voltam, 3 igevers kellett ahhoz, hogy az Isten leüssön a lábamról. És ez volt a János evangéliumának a 3. része, 16 verse. Hallottam egyszer egy prédikációt róla, éppen a gyülekezetben voltam, és ez a gyülekezetben egy vendég testvér volt a szakmári testvérekkel. Nem tudom, hogy Hunén, ne kérdezem meg senki, nem tudom, de azt jegyezte meg, amit mondtam. Azt mondta János evangéliumának a harmadik részéből, hogy az Isten mennyire szeret bennünket. Azt mondta, hogy egy ember dolgozott egy gátnál, és úgy működött, amikor a gátnál dolgozott, ha ment a hajó a vizen, akkor föl kellett tekerni a hidat, hogy tudjon elmenni a hajó a vizen. És hogyha elment a hajó a vizen, akkor le kellett engedje, hogy a vonat menjen el a hidon. És egy napon azt mondta ez az ember, hazament a kisfiánál, és mondta, hogy apuka itt is így dolgozik ennél a gátnál, ilyen nagy hatalmas fogaskerek vannak, ami felemeli a hidat, és leengedi a hidat. És azt mondja a kisfiának az édesapának, édesapa, nem viszel engemet el is oda. És azt mondta, elviszlek téged egy nap, és megmutatom neked, hogy hol dolgozik apuka, hol van apukának a munkahelye. És amikor elvitte, addig még az édesapa mutogatta neki, hogy milyen hatalmas fogaskerek vannak, és hogy emeli fel a hidat, ezek az édesapának, ez az egyszülött fia odaesett a fogaskerekek közé. És fel volt emelve a híd,
és hallotta a vonatnak a fütyülését. És az ember el kellett gondolkodjon, hogy engedje el a hidat, hogy menjen át a vonat, de ott van a fia, mit tegyen. Akkor azt mondta az édesapa, hogy kisfiam, nem tehetem azt, hogy kivegyelek onni. De apukám, mentsél meg innén! Tekert egyet azon a fogos kereken. Édesapa, már összetöröd a lábamat! Kedves fiam, nem tehetem! Még egyet engedett rajta, összemuncsolta a drága egyszülött fiát, és ez a hit visszament a helyére, a vonat átment rajta, és aki a vonatban volt, mit sem tudott, hogy kinek a vérén lettek megváltva, akkor értetem meg, hogy az én életem is egy nagy rakás szemédom, és ennek az egyszülő gyermeknek, akit oda törtek, akit a keresztre feszítettek, ez váltotta meg az életemet, ez hozta helyre az életemet, a családomat, a szüleimet, testvéreimet, aztán a faluban. Na így lehetek én itt köztetek, kedves testvérek. Na azért vagyunk meg itt, mert az Úr Jézus Krisztus megbocsátott a bűnömet, amit emberek nem tudtak. Lehetetlen lett volna, hogy a polgármester vagy a rendőrség megváltoztatta volna az életemet. De egy napon az Úr Jézus Krisztus olyan szeliden, mint úgy tud szólni, senki nem tud. És beleszólt az életembe, megformálta a gondolatomat, a családomat. Ilyen életem volt nekem Krisztus nélkül. Az előbb mondtam azt, hogy 26 éve lesz ebben az évben, hogy házas életű vagyok a feleségemmel. De csak a 15-öt mondom, hogy 15 éves vagyok, és 15 éve házas. Ezt az életet nem tudja a világ adni, amit Krisztus adott. Ezt nem lehet emberi módon megmagyarázni, hogy hogy élek a feleségemmel, a testvéreimmel, a szomszédommal, aztán nem beszélve a munkahelyen. Nem beszélve a faluba, ahol vagyunk. Na ezt az Úr Jézus tette. Ő bocsátott meg nekem, gondolom nektek is. Áldva legyen a neve. Amen. Mit jelent a szó, számomra. De vajon miért is jöttek a testvérek Ákossal?
Vagy hogy az igében van előttünk, karácsony óta motoszkál ez a kérdés bennem, hogy miért éppen a pásztorokat választotta ki Isten erre a feladatra, hogy elsőként ők legyenek tanúi, a bizonyság tevői, hirdetői arról, hogy megszületett az Isten fia, a világ megváltója. Miért éppen a pásztorok? Miért nem a papok? A tanult emberek? Miért az egyszerű emberek? Amikor Péter és János meggyógyította azt a szántárt, hogy olvassuk az apostolok cselekedeteiben írott könyvbe, és kezdték kihallgatni, hogy kinek a nevébe cselekedtétek, milyen hatalommal, és ők elmondták egyszerűen úgy, ahogy történt, hát a názáreti Jézus Krisztus nevében gyógyult meg, és állott ez lábra. És amikor faggatták és szóba elenyedtek velük, megértették, hogy írás tudatlan emberek így csodálkoztak, hogy honnan tudják az írásokat, mikor nem tanulták. Miért pont éppen a pásztorok? És miért pont Ákosra jöttek a testvérek? Ahogy a korintusi levél jut eszembe, hogy olvassuk az igét, hogy Isten kiválasztotta a semmiket. Kiválasztotta a világ erőteleneit. A világ szemébe, az emberek szemébe olyanokat, akik bolondok. Kiválasztotta Isten. Vajon miért? Hogy megszégyenítse a valamiket, akik valaminek tartják magukat. Azt írja ott az ige, hogy ne dicsekedjék ő előtte így, de sem. Ne dicsekedjen senki. Az Úr Jézus Krisztus, ami drága megváltunk, ott volt a mennyi dicsőségben, gazdagságban, és azt mondja a Biblia, hogy szegény élet. Szegény élet, érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Miért pont a pásztorok? Miért pont Ákosra jöttek a testvérek? János evangélium a 15. rész, 16. versben azt mondja az Úr Jézus a tanítványoknak, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak itt. Csodálatos. Isten választotta ki a pásztorokat. És amikor megfáradunk a szolgálatban, és úgy érzük, hogy vajon tényleg itt a helyen, akkor jusson eszünkbe, hogy Isten választott ki bennünket, és Isten rendel fel a helyre. Ahogy az angyalok megjelennek a pásztoroknak, ahogy ismerjük itt a történetet, és ahogy a gyermek Jézusról találkoznak, ez olyan hatással volt a pásztorokra, hogy hirtelen mindené fontosabb volt, hogy amit láttak, amit hallottak, azt mondják el. Arról beszélni kell. Azt nem lehet most elhallgatni. És akkor elmennek a pásztorok. És nem érje az ige, hogy lettek volna más emberek ott, hogy rájuk bízzak. Tehát mi lesz a juhokkal, a nyájjal, amit ott van? Mindennél fontosabb volt. Számokra az, amit láttak, hallottak, hogy arról beszéljenek. És azt mondja az ige, éppen egy ilyen átélés, megtapasztalása mentek át az apostolok, amikor megfenyegették, hogy ne beszéljenek a Jézus nevében. És Péter apostol azt mondta, hogy nem tehetjük, hogy azt, amit láttunk és hallottunk, hogy arról ne beszéljünk, nem tehetjük. Mennyire fontos a Jézus Krisztusról való bizonyságtétel nekem. És mennyit teszünk mi ezért? Szép példa, ahogy a szatmári gyülekezet, Ákoson a roma gyülekezet, ahogy alakulásában fölvállaltak minket. Nagyon szép példa. Emlékszek rá, amikor szakaszra mentünk, és hirdettük az igét, és a szomszéd faluból átjött egy középkorú asszony, és hallgatta az Isten igéit, és az Úr megnyitott a szívét úgy, mint Lidiának, befogadta az igét, megtért.
és azt mondta nekünk, hogy gyertek át Sándrára, és beszéljetek ott is nekünk Jézusról. És mi gondolkodtunk, hogy 3 kilométer van szakaszul Sándra, és mások is mondták, hogy hát vigyázzunk, mert annak a férje nem éppen olyan jó ember, az egy olyan ember, aki ellenzi a hívőséget, meg nem ért egyet a feleségével se, hogy megtér. Annak idején vagy 2000 rókát kiengedett a ott szakaszton, ahol ezzel foglalkoztak. Tehát ilyen ember vigyázott. És mi gondolkodtunk, hogy fölvállaljuk-e, vagy nem. És Isten mégis rábeszélt bennünket, hogy menni kell. És amikor mentünk betartni az első alkalmat, megjelent a fél is. És a fél akarta mondani, hogy takarodjatok innen ki, mit kerestek itt. És azt mondta, hogy köszönöm, menj el, atyám, hogy ide küldted a testvéreket. Ezt ő mondta el majd utóbb. Ahogy befejezte az imádságot, azt mondta, hogy mondjátok el, hogy hogy kell megtérni, mit kell csinálni, mert mi nem tudjuk. És mi gondolkodtunk azon, hogy fölvállaljuk-e 3 kilométer. Akkor mit mondjanak a szatmári testvére? Egy ismertető jel, aki igazán találkozott az Úr Jézus Krisztussal, az nem tud hallgatni. És a pásztorok sem tudtak hallgatni. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal pedig teszünk vallást az üdvösségre. Ahogy Jeremiás mondja, hogy egy időben, amikor el akart hallgatni, szóval mintha tűz lett volna a testembe, elrekeszve. Nem tudtam hallgatni, mert perzselt onnan belőlünk. És testvérek, aki igazán találkozott az Úr Jézus Krisztussal, ahogy a pásztorok is, az olyan hatása alatt kerül, olyan változása ment keresztül az ő életében, az ő gondolkodásában, hogy azt mondja, hogy erről kell tudni másoknak is. Kell beszélni, és nem tud hallgatni. Legyen az a munkahely, legyen az iskola, legyen az gyülekezet, bárhova megy, az nem szégyeli az ő megváltóját. Az egyik fiatal ember a gyülekezetünkben egy jó pár éve ennek azt olvasta ki a Bibliából, hogy mértékletességgel szabad inni. És azt mondja, én megiszok egy pohárral, hát nem bűn az. Ezt a Biblia is megengedi. És ez jó dolog, ha valaki megtartja ezt a mértéket, mondta ő. Hát mondom, de a Biblia azt mondja, hogy még jobb, ha nem iszol. Ha megtartóztatod magad. Hát megiszol egy poháron, most elkezded, egy év múlva üvegetnél fogod folytatni. Oly nem, nekem van erőm, én meg tudom magam tartóztatni. Vigyázzál! Mert a Biblia is figyelmeztet, hogy ne nézd, hogy milyen veres szint játszik a pohár, mert megcsíp, mint a kígyó. Nem, neki van ereje. Egy év múlva üvegetnél folytatta. És kellett válaszol. Kaptunk abban az időben a szövetségtől egy ilyen levelet, hogy a szolgálattevők most már minden gyülekezeti tag is érvényes ez rá, hogy ne fogyasszon alkoholt, mivel az alkohol sok kárt okoz a világba is. Választás elé tettük. Mit választol? A szolgálatot, az ige hirdetést, vagy pedig az alkoholt? Azt mondta, hogy testvérek, sajnos én nem tudom lenni. Én nem tudom ezt fölvállalni. Hogy prédikál. És testvérek, kérdem én, hogy vajon mi volt a fontosabb? Az, hogy prédikáljon, hogy emberek térhetnek meg az ő szolgálata, az ő bizonyságtételén keresztül, fölbátorodhatnak, vagy pedig az, hogy maradjon meg a pohár mellett. Aki igazán találkozott az Úr Jézus Krisztussal, az nem tud hallgatni. A legnagyobb csoda előttem is, a legnagyobb öröm számomra, amikor emberek térhetnek meg, fordulhatnak Istenhez. Karácsonyi alkalommal az egyik bizonyságtevő mondta el, hogy váló félbe volt a feleségével. Éppen az alkohol még a cigaretta miatt. Mert elment a faluba dolgozni, és eltelt a nap, de haza nem vitt semmit, de félig szegen beállított. És a feleség megelegelte. Azt mondta, hogy elegem van. Vagy az ital, az alkohol, vagy pedig mi? És azt mondta, hogy inkább az alkohol. Nem tudok elvenni. Soha nem volt még gyülekezetben, először eljött karácsonyba,
a gyülekezetben, leült a legál hátsó padba, és Isten megszólít. És jött előre, és jelezte, hogy meg akar térni. Majd másik nap hívta a feleségét is, hogy jöjjön el, a gyülekezetbe ő megtért, ő nem akarja folytatni az italt. Megtért a felesége is. Nem lett belőle válás. Az Úr Jézus kibékítette őket. Megtért a fia is. És így a család nem elvált, hanem még jobban összeforral. Most az Úrat szolgál. Testvérek, csodálatos dolog az, amikor emberek fordulnak Istenhez, és térnek meg. A mennybe azt mondja a Biblia, hogy öröm van, ha egy ember megtér. Ha egy bűnös ember megtérve hazaérkezik. Gondoljunk vele, hogy milyen lesz az, amikor a megváltoztakkal együtt leszünk. Tudják a testvérek, a mennyben nem lesz cigán, még magyar, még baptista, még pünkösdi, hanem ott megváltoztak lesznek. Ott az Úr gyermekei lesznek. Milyen csodálatos dolog lesz az, ha valaki odalít, hozzád a mennybe, és azt mondja neked, hogy köszönöm Lőrinc testvér, köszönöm Barna testvér, Balajti testvér, köszönöm, hogy segítettél, hogy ide jussak a mennybe, köszönöm, hogy bizonyságot tettél neked. Csodálatos dolog lesz ez testvére. Ha valaki odalít hozzám, és azt mondja nekem, hogy köszönöm Dezső testvér, hogy nem szégyelted az Úr Jézust, hogy segítettél engemet. Ide jutni a mennybe. A pásztorok, amikor találkoztak a gyermek Jézussal, olyan hatással volt rájuk, hogy nem tudtak hallgatni. És amikor elkezdtek beszélni, a hallgatóságban valamit kiváltott. Kiváltotta azt, hogy csodálkoztak. Csodálkoztak, hogy micsoda dolgok ezek, amiről a pásztorok beszélnek. Csodálkoztak akkor is, amikor az Úr Jézus Krisztus beszélt a hallgatóságnak. Mit váltott ki gyakran az evangéliumban olvasuk, amikor az Úr Jézus tanított és beszélt? Volt, hogy csodálkoztak, azt mondták, hogy micsoda dolog ez? Hát ez úgy tanít, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint a farizeusok. Volt, hogy a farizeusokban azt váltotta ki, hogy a fogokat csikorgatták, mert olyan dolgot mondott az Úr Jézus, mert megmondta az igazságot, egyenesen, de ugyanakkor szeretettel és szerítséggel. Mit váltott ki a hallgatóságból, amikor Péter apostol prédikál pünkösbe? Azt mondja az ige, hogy szíven talált őket, és megkeseredtek a szívükbe, és azt mondták, hogy atyám fiai, férfiak, mit cselekedjünk? És Péter mondta, hogy meg kell térni. Amikor a pásztorok bizonyságot tettek, akkor csodálkoztak a hallgatók, hogy micsoda dolog ez, amiről beszéltek. Mit váltott ki a hallgatóságból, amikor Pál apostol prédikált a téma? Több helyen is prédikál, de ezen a helyen azt mondja az ige, hogy ott foglalatosak voltak az ilyen dolgokkal, és amikor Pál apostol beszélt Jézus Krisztusról a halottak feltámadásáról, azt mondták, hogy mit akar ez a csácsogó ember? Miről beszél? Sokféle hatása van a prédikációnak, de milyen váltott ki Ákoson, amikor eljöttek a szatmári testvérek, és bizonyságot tettek Ákoson az Úr Jézus Krisztusról? Mit váltott ki ez Ákoson? Sok embernek a szíve megváltozott. Sok család helyreállott. És nagyon sok fiatal megtétel. És ahogy mondták a testvéreim a bizonyságtételbe, hogy volt, hogy többet aludtak kint, mint benne a házban. És most itt vagyunk, mint a testvéreknek, a munkájának a gyümölcseként. Mit vált ki ez a testvérekbe? Háladást. Úgy hiszem, mindenképpen Istennek kell adni a dicsőséget. És mi pedig az Ákosiak egy nagy köszönetet. Köszönjük szépen a szatmári testvéreknek, hogy eljöttek, és beszéltek nekünk Jézusról, hozták az evangéliumot. Pál apostol azt mondja az 1 Korintus 15. 58. versben, ezt záróként mondom,
Azért szerelmes atyám fiai, erősen álljatok mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgába, mindenkor tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Nem hiába való volt az ige hintése Ákosod. És azt mondja Pál apostol, hogy nem hiába való a munka az Úrban. Testvérek, amit Jézusért teszünk, az megmarad. Az az ég megmarad. És merjünk befektetni emberekbe. Azt mondja a Biblia, hogy aki bűnös térít meg az útjáról, lelket ment meg a haláltól, a pokoltól, és sok bűnt elfedez annak. Az Úr áldja meg a testvéreket ebben a munkában, és kívánom azt, hogy még buzgóban végezik ezt velünk együtt. Amen. Amen. Minden egyes tagért, aki fölvállalt bennünket, és oda jöttek, hozták az evangéliumot. Uram, áld meg az ő fáradtságos munkájukat. Te fizess nekiek vissza. És szeretnénk Úr Jézus Krisztus nem csak itt a földön, így egymást találkozni, hanem a mennybe is. Kérünk, hogy mindannyiunkat készítsél el a veled való találkozásra. Amen. Amen.